Mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat. Második alkalommal találkozunk ebben a körben, a könyvtolmácsok eseményén. Ezúttal Greskovics Endre a vendégünk. Szerintem, aki itt ül, azok számára nem kell bemutatnunk. A kérdezőtársam ezúttal is Csuhai István, és amint láthatják, hát egy kisebb fajta tornyot állítottam itt fel, és hát lehet, hogy közhely, de olyan csehovosan ide felülre helyeztem kettőt, és majd meg fogom kérni Endrét, hogy segítsen, mert mikrofon és még másik két valami az már nekem is sok. Ez az és legfrissebb száma, amit még nem lehet kapni a boltokban, de itt az íróboltjában már bárki megveheti, és majd mindjárt kiderül, hogy miért hoztam magammal, és ami Endre kezében van, tedd már meg, hogy felmutatod. Ami Endre kezében van, a szintén Nyomda meleg, Szálmán Rusdi Kés című könyve, és arra gondoltunk, hogy ezzel fogjuk kezdeni a mai beszélgetést, és az és nem csak azért, mert hogy hazabeszéljünk, hogy a friss szám, hanem azért is fontos, mert az és könyve májusban, Rusdi Kés című könyve, és Bényei Tamás írt róla a kritikát, ha nem haragszanak, most már leülök, és mielőtt elkezdenénk Endrével beszélgetni, felolvasnék egy nagyon rövid részletet Tamás kritikájából. A 2012-es autofikciós József Antonban, amely a fatva utáni éveket írta le, Rusdi harmadik személyben beszélt önmagáról, most viszont az első személyű elbeszélés mellett döntött. Idézett a könyvből, amikor az embert 15-ször megsebzik, akkor azt határozottan nagyon is első személyben érzi. Itt már folytatódik a kritika. Ez a stratégia sajátos módon mégis inkább eltávolítja az olvasót. Rusdi fizikai szenvedése valóságos, és lefegyverző az a derű, amelyet erről ír. Mégsem tudtam szabadulni attól az érzéstől, hogy noha Rusdi kétségkívül szeret önmagáról beszélni, mégsem engedi az olvasót közel magához. Természetesen a folytatást majd a labban el tudják olvasni. Endre, mennyire tudsz egyetérteni Tamás néhány mondatával, mert nyilván ez egy nagyon rövid idézet volt a kritikából. Mennyire érezted azt, hogy bár ez egy nagyon-nagyon személyes könyv, hát mi más lehetne, hiszen ahogy az alcím is szól, elmélkedések egy gyilkossági kísérlet után, de mégis voltak azért ilyen ellenpontok, legalábbis az én olvasatomban is. Milyen ellenpontokra gondol? Arra gondolok, hogy miközben a legszemélyesebb saját történeteket elmondja, ami intim is olyan értelemben, hogy a test történetét, hiszen azért itt ne felejtsük el, hogy 15 készszúrás, élethalál között lebeget, tehát magát a fizikai felépülést is leírja, időnként elég naturalisztikusan, másfelől pedig az érzelmi összefüggés rendszere is megviláglik. De közben meg én is úgy éreztem, picit hasonlóan Tamáshoz, hogy be is engedi az olvasót, nem is engedi be, tehát hogy vannak ilyen fékek. Igen, hát ez régi módszere a Rusdinak, hogy úgy beszél magáról, hogy van közben valami távolságot teremt az olvasó és maga között. De hát itt elég nehéz dolga volt ezzel, mert hogy ugye ez tényleg, ahogy a Bényei Tamás írja, elég annyira személyes dolog ez a támadás, vagy merénylet, vagy hogy hívjuk ezt, hogy elég nehéz volt azt megcsinálnia, hogy nagy távolságot tartson. Tehát sokszor nekem az volt a problémám a kicsit a könyvvel, hogy azért túlságosan is belemegy a személyes részletekbe. Bele is megy, de valóban főként az a rész, nem tudom, hogy akik itt ülnek, hányan olvasták a könyvet, tehát most azért mély elemzéseket nem fogunk tenni a könyv kapcsán, de mégis az fontos, hogy azért a valóság és a fikció itt azért ugyanúgy megjelenik, mint tulajdonképpen egy teljesen fikciós alkotásban, nem? Tehát azért vannak olyan részei, ami azért túl van
puszta elmélkedésen és a tényismertetésen. Igen, az feltétlenül, egy fiktív rész, amikor fiktív interjút készít a merénylővel magával. Tehát azt, mert hogy azt valahogy nem akarta, vagy nem bírta rávenni magát, meg nem engedték, hogy felkeresse a börtönbe az illetőt. Tehát, és azt gondolom, hogy ez a könyv csúcspontja, ez a fiktív rész, és amikor az egyebeket olvassa az ember, akkor én úgy voltam vele, hogy ez gyakorlatilag semmi más, mint a Joseph Anton című memoáriának a kiegészítése, vagy függeléke, vagy melléklete, amit azt hiszem nem akart volna megcsinálni, hogyha nem történik ez a dolog. Már csak azért sem, mert ugye készült a Diadalváros Victory City kiadására, amikor ugye megtörtént ez a merénylet, több említés is van a késben. Erről a regényről, ami ugye, ha jól tudom, a 15. Rusdi regény, mármint a Diadalváros, és ahogy számoljuk, és úgy tudom a kiadó munkatársaitól, hogy te már elkészítetted a fordítását, igen, és kész idén megjelenik. Már ezelőtt kész volt a fordítás, tehát hát mint ahogy a kés előtt volt kész a Diadalváros is, ugye a fordítás is a kés előtt volt kész. És az egy igazi fikciós regény, ugye, ami ráadásul a 14. 16. századi Dél-Indiában játszódik, úgyhogy ott a Rushdie kiélhette mindenféle ilyen fikciós hajlamát. Tulajdonképpen, ha már így kimondtuk, hogy 15. akárhanyadik Rushdie könyv, akkor én már nem merek a matekba megint belemenni, hogy te hányadik Rushdie könyvet fordítod, de az minden esetre biztos, hogy legalább 40 éve Rushdieval munkakapcsolatban vagytok, ugye? Jól tudom. Igen, én fordítottam az első novelláját, ami magyarul megjelent, az Ingyen Rádió volt a címe, és de hát én akkor még nagyon kezdő voltam ahhoz, hogy egy egész regényt megkapjak, ezért a Falvai Mihálynak adták oda az Éjfél gyermekeit, aztán ő csinálta a Szégyent is, és ő csinálta a Hárún és a Mesék tengerét is. És aztán, mert hogy én fordítottam az első novellát, az Európa Kiadó kitalálta, hogy akkor a novellás kötetet, a Kelet-Nyugat című novellás kötetet, az ketten csináljuk meg a Falvai Mihállyal. És akkor ez egy ilyen jutalomjáték volt mindenkinek. És akkor az történt, hogy a Falvai már szerződése volt a Mól utolsó sóhajára. És akkor megbetegedett, és nagyon gyorsan meghalt. Tehát, hogy ezt se tudta kezdeni, és akkor persze a novellás kötet után én kaptam meg a dolgot, és azóta én csinálom, tehát hogyha 15-öt számolunk, akkor 11 és felett csináltam, mondjuk, igen. Hű, de nagyon jó, hogy nem mondtam ki, mert nekem más számjad, pedig higgyék el nekem, 15-ször számoltam át. Hány Rushdie könyv, hány... Felett számoltam a Kelet-Nyugatra, mert ugye azt tudtam. Ott felett számoltam, de nem mondom meg, jó, mert akkor már az előbb a csatos üveget se tudtam kinyitni, tehát most szerintem ezt nem árulom el, hogy hogyan tovább. Nyilván napestig tudnánk beszélgetni Salman Rushdie-ról, de hát ha fölnézek az órára, akkor azért telik. Megint demonstrálok. Szintén nehéz kötet. Cormac McCarthy, jól tartom, az utas, és hogyha megfordítjuk, akkor a Stella Maris. István, hogy végre meg tudjon szegény szólalni tőlem, te nagyon-nagyon szépet írtál erről a könyvről, ami szintén ugye Endre fordítása. El fogok hallgatni, de egy mondatot hadd idézzek István kritikájából.
Az utas és hozzá magától értetődően társuló párja, Stella Maris egyaránt csodálatosan gazdag, már-már önarcképszerűre kiírt irodalmi allegória életről, halálról, létezésről, elmúlásról, emlékezetről és elbúcsúzásról. Méltó záróköve a kortárs amerikai irodalom egyik legjelentősebb életművének. És még hosszan folytatódik, és most átadom Istvánnak a szót. Én nem konkrétan műelemzésekre kérlek, mert azt hiszem, hogy ez talán időpocsékolás, de azért, és ne is higgyünk a számoknak, én is fogok mondani egy számot. Ugye megint megnéztem a MOL út, ami tulajdonképpen a legmegbízhatóbb forrás erre, és 85 tétel van a neved mellett, de ebben benne vannak az antológiák is, tehát ez egy kicsivel kevesebb. Viszont nincs, 70 és 80 között vagyunk valahogy. Nincs benne ebbe a számba az az elképesztően gigantikus munka, amit te kontrollszerkesztőként végzel, tehát fordítások, készfordítások tisztázójaként és rendbehozójaként, és erről feltétlenül beszéljünk. Engem sokkal jobban érdekel az egésznek a kezdete. Mert ugye 54-es születésű vagy, és tulajdonképpen a rendszerváltás után, rendszerváltás körül, tehát a 80-as, 90-es évek fordulóján kerültél ebbe az iparba, hogy hogyan történt? Hát elég érdekesen, mert hogy én ugye vegyipari technikuma jártam, és nagyon gyorsan rájöttem, hogy ez nekem nem stimmel, és, de utána hát kétszer is jelentkeztem bölcsészkarra, de hát egyszer sem vettek föl természetesen, és akkor elmentem dolgozni laborba, és akkor kellett valami pénzkiegészítés, vagy fizetéskiegészítés, és akkor elkezdtem műszaki szövegeket fordítani. De aztán arra is rájöttem, hogy én ezt halálosan unom, ezt a műszaki szövegfordítást. Ezért aztán bementem az Európa kiadóhoz, és azt mondtam, hogy illetve két úton ment ez. Tehát egyszer bementem az Európa kiadóhoz, és ott csináltam három próbafordítást, és ennek alapján jelentek aztán meg az Égtájakban különféle novellák. És a másik út pedig az volt, hogy én szerencsém volt, mert a 81-ben két és fél majdnem, szóval több két hónapot töltöttem Indiában, és akkor ott volt egy könyvesbolt Delhiben, és akkor ott járkáltunk, és akkor a főnöke a könyvesboltnak egyszer csak a kezemben nyomott egy könyvet. Ez a Kurt Seligmannak a Mágia természet fölötti és vallás című könyve volt, ami azt mondta, hogy ez magát biztos érdekli, és valószínűleg azért adta oda, mert hogy ugye fehér ember, és akkor biztos érdeklik az ilyen különös ügyek, de én azt akkor bevittem a gondolatkiadóhoz, és ott azt mondták rögtön, hogy jó, akkor ez kezd, mert ez a rendszerváltás körül volt, és akkor már lehetett mindenféle ilyeneket kiadni, és meg is jelent még az első irodalmi, európás irodalmi fordításom előtt, azzal a címmel, hogy mágia és vallás. Okkultizmus. Mágia és okkultizmus, így van az európai gondolkodásban. Így van. És akkor ez így két, vagy párhuzamosan zajlott, és akkor az Európa is kezdett beindulni ezzel, vagy valahogy, mert hogy jó, sikerültek a próbafordítások, és akkor adtak novellákat, és aztán ugye ajánlottam könyveket, és akkor egyszer csak azt mondták, hogy fölhívtak, hogy a Hubert Selby-nek az utolsó letérő Brooklyn felé című könyve, azt most megcsinálja valaki filmen, és akkor ugye ezt fordítanám ele. Mondtam, hogy boldogan lefordítom, de közölték, hogy ez ugye a fordíthatóság határán áll, és én mondtam, hogy ne baj, hát azért megpróbálkozom vele, és akkor lefordítottam, és adtak is rá rögtön egy nívódiat. Úgyhogy így, és akkor onnan már egyenesen ment a dolog.
De állásban nem voltál, vagy kiadónál? Voltam állásban, de nem kiadónál, hanem még mindig a laborban voltam, de félállásban voltam, hogy jusson időm ezekre a fordításokra. Tehát még csináltam 30 évet egy laboratóriumban, félállásban, hogy a mit tudom, két napot bejártam, és a három napot megfordítottam, vagy valami ilyesmi, vagy fordítva. Mindegy. És ez a fordítással töltött napok akkoriban hogy teltek? Úgy, mint ahogy az ember ezt elképzelni, hogy reggel 6-tól... Nem, egyáltalán nem, mert akkor még fiatal voltam, tehát sokkal hektikusabb volt az egész, nem, néha csúsztam egy kicsit, meg mit tudom én, a fordítom, ma már nem nagyon szoktam csúszni, de hát akkoriban ugye még éltem az életet, úgyhogy a fordítás mellett éltem. Ugye az előbb említetted, hogy ajánlottál könyveket. Mégis van egy szerző, akinél gyakorlatilag 20 évet vártál arra, hogy lefordíts egy könyvét. Nem vagyok ilyen okos. Elmondta nekem Endre, hogy úgy kell helyesen ejteni az írónő nevét, hogy Jhumpa Lahiri. És megnéztem, kb. 20 évvel ezelőtt a Holmiban megjelent írásodban már úgy fogalmaztál róla, hogy rendkívüli tehetség. Akkor hogyan történt az, hogy ennél a kötetnél szerepel a te neved először? Nagyon egyszerű oka van. A Holminak csináltam egy pár novella fordítást a legelső könyvéből, amire Pulitzer díjat kapott, és akkor a Holmi akkor éppen nem állt valami nagyon jól magyar novellákkal, ezért azt mondták, hogy akkor legyen egy-két ilyen angol szász novella is, és akkor azokat megcsináltam, és részben annak alapján készült el aztán az az indiai novella antológia, 20. századi novella antológia, amit nagyon élveztem, mert hogy én tényleg állítottam össze, és az olyan boldogság volt, hogy senki más, hanem csak én. Igen, na mindegy, és akkor visszatérve Jhumpa Lahirire, és akkor valahogy nem, a nagy kiadók valahogy nem akarták kiadni, mindenféle kis kiadók kiadták a regényeit, pedig hát a Holmiban már egy első fejezetet is fordítottam, a Beceneve Gogol című, aminek névrokon volt a címe eredetileg, szóval, hogy igen. És akkor mindenféle kis kiadók kiadták, és nyilván mindenféle üzleti siker nélkül, mert hát nem volt se reklám, se semmi. És akkor, amikor elment a Jhumpa Lahiri Olaszországba, és elkezdett olaszul írni, és aztán visszafordította angolra a saját könyvét, akkor javasoltam a parkiadónak, hogy adjuk már ki, hát ez olyan jó ez a nő, úgyhogy. És tényleg nagyon jó könyv lett. Úgyhogy... Még egyszer megmutatom, valóban az. Még egy kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy ugye olaszul írta meg eredetileg ezt a könyvet, és saját maga, tehát maga az írónő, ami ritkaság számban megy, tehát maga az írónő fordította át angolra. Mennyire érződik az, hogy nem az első olvasat? Vagy ezt te, aki ugye az angol szöveget fordítottad, nem érzed úgy, hogy nem tudom, hogy értelmesen meg tudtam megkérdezni, de ugye vannak kétnyelvű szerzők, és vannak olyanok, akik az anyanyelvükön írnak. Neki ugye, bár az angol se az anyanyelve, de igen, az olasz semmiképpen nem nevezhető annak. Tehát nála mondani. Nagyon érdekes az összefüggés. Igen, ezt akarom mondani, hogy ő bengáli. Tehát, hogy nagyon kiskorában kivándoroltak Angliába és onnan Amerikába, és gyakorlatilag ugye anyanyelve az angol ettől aztán, de a bengáli is, úgyhogy valószínűleg még egy nyelv nem okozott már akkora nehézséget neki, és miután beleszeretett az olasz világba, egyébként már le van fordítva egy következő kötete is, ami a parkiadónál már csak a kiadásról áll, úgyhogy a Római Történetek címmel, de azt nem olaszul írta, hanem azt már angolul írta.
igazva. Ez csak egy ilyen kísérlet volt. Úgyhogy, valószínűleg nem okozott ekkora váltást, és valahogy nem tudom, valahogy abból a másik kötetből kiderül, hogy ő valamikor beleszeretett Dantéba, és akkor elment Olaszországba, és akkor beleszeretett Olaszországba, és ezért aztán ezért lett egy ilyen kísérlet az olasz nyelvvel, hogy tud-e egy könyvet írni olaszul. Nem tudom megítélni, hogy olaszul hogy sikerült, angolul nagyon jó. Itt a januári beszélgetésünkkor ugye a Nádori Lídia volt a vendégünk, és itt hármasban végül is arra a közmegegyezésre jutottunk, hogy rengeteget fordít, nagyon sok könyvet fordított, de ennek a döntő többsége az tulajdonképpen kortárs irodalom, és meg is kérdeztük tőle, hogy fájlalja-e, hogy klasszikusok, holt klasszikusok nincsenek ebben a fordítói életműben. Te ilyen szempontból nem panaszkodhatsz, mert hát tulajdonképpen ezen a listán azért klasszikus nevek vannak, Jane Austen-től, Mark Twain-en át, és Kipling-en át, Conan Doyle-ig. A Conan Doyle az nem én vagyok, az egy múlt század elejé fordítás, és azt csak katyában ráztam, szóval az gyakorlatilag szerkesztés volt. A mai úgy tünteti fel, hogy te fordítottad. Jó, rossz. Nekem az a könyv nem volt a kezembe, de egy nagy kedvencemet, azt örömmel fedeztem föl, és nekem akkor, amikor azt forgattam egy 20 évvel ezelőtt, akkor nem esett le, hogy te fordítottad, ez az Ambrose Bierce-nek a ördögi kis lexikonja. Tehát, hogy ebben az életműben azért itt vannak ezek a klasszikusok, angolok is, tényleg, de ahogy telik múlik az idő, és megyünk előre, és nem véletlen, nyilvánvalóan nem véletlenül az India mániától, vagy az India szeretettől, tulajdonképpen ez az életmű az elfordul Londontól, hogyha mondjuk ezzel a metaforával akarom mondani, és hogyha a brit világot nézzünk, ha csak a brit világot nézzük, akkor se pusztán London, vagy nem annyira London, inkább Skócia, vagy Írország, vagy az Anna Burns miatt Észak-Írország, tehát inkább a perifériája ennek a dolognak. Miután ezek a fordítások a pályádnak a második felére esnek, vagy a hozzánk közelebb eső részére, hadd kérdezzem meg, hogy mennyire tudatos választás, mennyire vagy abban a helyzetben, hogy válogass a fordítások között? Eleve, hogy is kezdjem, szóval, hogy eleve fontosnak tartom, hogyha valaki kap egy Booker-díjat, mert az azért nem olyan, hogy életmű, mint a Nobel, szóval, hogy az tényleg könyvért jár, és az tényleg általában minőséget jelent nagy többségében. Tehát a Rushdie is nem véletlenül kapta meg kétszer is, ugye? Egyszer a Booker-t, igen. Hát egyszer megkapta, igen, a Booker-t, és akkor másodszor megkapta a 25 év Booker-ét, igen. És akkor, tehát ezeket a könyveket én mindig nagyon szívesen elvállalom, de nem tudom, szóval, hogy ez a válogatás ez igazából nem hangzik jól, szóval, hogy nem válogatok, hanem valahogy úgy rám gondolnak, tudják, hogy mi az, amit tudok, tudják, hogy mi az, amit szeretek, és akkor általában ezeket valahogy sikerül megkapni. De például az idei Booker-t követed, hogy áll a longlist, hogy áll a shortlist? Nem láttam még. Én mindig csak utána nézem, mert van egy csomó ismeretlen szerző, és aztán kiderül, ugye, hogy Arundhati Roy, akit senki nem ismert az egész világon, az micsoda óriási dolgot csinálta az apró dolgok istenével, meg nem tudom. De hát itt van a névsoromban az a
szerző is, aki rendhagyó módon, vagy azt hiszem egyedülálló módon nem fordult talán a Booker történetében elő, hogy valaki a legelső könyvére kapja meg. Ugye ez a Douglas Stewart-nak. Ja, Douglas Stewart, de Arundhatiról is az első könyvére kapta meg, bocsánat. Igen? De, igen, persze, igen, igen. Ő addig nem írt semmit, az egy ilyen berobbanás volt, mint ahogy a Douglas Stewart is berobbanás volt, és imádtam ezt a könyvet. Sugi Bél az a címe, és egészen megdöbbentően jó könyv, szóval, hogy ez ilyen... És hát azért az is segít nyilván, hogy ugye én két félállásban vagyok. A parkiadónál egyrészt és a jelenkor kiadónál. Tehát ottan a legjobbakat mindig ottan odaadják. Nem tudom, most már odaadják. Szóval. Abban mennyire látsz bele? Már itt kétszer felmutattam, akkor felmutatom harmadjára is. Anna Burns teljes, ugye Endre róla beszélt a Booker díj kapcsán az előbb. Szóval, hogy ezért kaptam meg a Booker díjat, de a másik két könyve is remek. Hogy abban nincs beleszólásod, hogy a kiadónak azt javasolt, hogy itt van ez a nagyon-nagyon tehetséges nő, akinek a másik két könyve sem rossz. Tehát, hogy így nem tudsz hatással lenni? Ez egy másik ügy, mert ez nem az én asztalom, ez a Scholar kiadó. Tehát a Scholar kiadóhoz is egyszer bementem, és ajánlottam a Hanif Kureisit, akit ki is adtak, hál' Istennek, a Külteki Butha címen, igen. De aztán hiába mondtam, hogy kéne még, mert hát egy csomó minden hiányzik. Jobbnál jobb művei vannak a Kureisinek, és nem valahogy nem kell. Úgy látszik, hát nem volt meg, hát nem tudom, talán ezekre nem lehet pályázni, vagy nem tudom. Nem tudom miért, de nem adják ki. Pedig kár. Az biztos, hogy egy holland fordítónak sokkal jobb helyzete van, ugye a holland állami támogatások, a fordításokra olyan nagyok és szertágazóak, hogy hát szinte egy holland könyvet megírnak, az meg is jelenik hollandul, az nem sokára megjelenik magyarul. Hogy szóba hoztam már ezt a... Tehát ez tényleg egy gigantikus mű, ugye itt most a Claudia nem is a legmonumentálisabb könyveket hozta el, vagy nem mindegyiket azok közül. Tehát tényleg egy óriási munka. És ott van közben a könyvszerkesztés, a kontrollszerkesztés. Ezt hogyan használod? Tehát... Az a pihenő, a tehát amikor az ember mondani, akkor... hogy a kontrollszerkesztés az a pihenés, mert akkor ottan nem kell harcolnom a szöveggel, ott van egy kész szöveg, amit csak pofozgatni kell, jó esetben hozzá se kell nagyjából nyúlni, rossz esetben meg hát ugye át kell írni mondatokat, de az gyakorlatilag pihentetés. Tehát úgy is szoktam dolgozni, hogy egy-két napot fordítok, és aztán egy kicsit szerkesztek, és akkor cserélgetem, mert az jelenti a kikapcsolódást. Tehát akkor el tudok, mert mindenféle nyelvből szerkesztek én, nem azért, mert tudok, hanem mert magyarul tudok azért. Tehát, hogy adnak mindenféle nyelvi szöveget, és akkor az olyan izgalmas, hogy elmegyek Tajvanra, meg Skandináviába, meg mi helyek. Az angolon kívül olvasol más nyelven? Hát olvasni tudnék nehezen, de hát igen, kevés idő van olvasni az helyzet, mert a fordítás meg a szerkesztés mellett jóformán nem jut, tehát este egy kicsi, még elalvás előtt, de gyakorlatilag teljesen elfoglalnak a fordítandó és a szerkesztendő szövegek. És csak a kaland kedvéért az nem fordult meg a fejedbe, hogy legalább egy novellát valamilyen más nyelvből lefordítani? Nem, mert annyira el vagyok árasztva, hogy nem, most már nem akarok ezzel kalandozni. Azt hogy éled meg, hogy amikor van egy szöveg, mennyire gondolod úgy, hogy megvan a szabadságfokod, hogy a saját ízlésed, a saját nyelvérzéked szerint
magyar ízt, vagy pedig Szentírásnak véled azt, ahogyan a szerző azt a könyvet megfaragta, és azt próbálod minden eszközzel visszaadni. Hát ez nem lehet. Ugye egyrészt alázatosnak kell lenni, ez nyilvánvaló, de hát ezt nem lehet úgy visszaadni. Szóval, hogy hol hozzáteszünk, hol elveszünk, hogy azért az egyensúly megmaradjon. Szóval nyilván arról van szó, hogy én egyébként elég hűfordítónak számítok, tehát én nem nagyon megyek el messzire a szövegtől, de hát akkor is kénytelen vagyok megengedni magamnak dolgokat akkor, amikor látom, hogy ez magyarul nem működik, akkor valami más kell írni. Megígértem, hogy már nem beszélek annyit Szalmán Rushdie-ról, de még egy kérdés erejéig hadd tegyem meg, mert ehhez kapcsolódik, amit az imént kérdeztem. 2020-ban, ha jól emlékszem, már megint számok, mindegy, szerencsém volt Rushdie-val készíteni interjút, és akkor a Kisott című akkor megjelent regénye kapcsán, és megkérdeztem tőle, hogy... A Kisott az nem más, mint Don Quixote, igen, csak franciásra. Igen, igen. Tehát a Don Quixote parafrázisa, ugye tulajdonképpen ez a regény, és hát jó pár női szereplő van benne, de van egy központi karakter, és olyan volt annak a nőnek a megszólalása, mint hogyha tényleg az ember elment volna a fodrászhoz, és akkor hallod ezeket a pletykákat. És megkérdeztem Rushdie-tól, hogy van egy női szószedete esetleg, mert hogy annyira úgy éreztem, hogy ott van ez a női hang, és mondta, hogy nem, de nagyon sok nőismerőse, nőbarátja van, kihangsúlyozta, hogy nem szeretői, hanem nőismerősei. Neked, ha már előkészítettem ezt is, hadd emeljem föl, tehát ez is egy vaskos kötet, amit szintén Endre fordításában olvashatunk. Mondjuk inkább a teljes kellett volna ennél a kérdésnél fölemelnem, de hát tulajdonképpen bármelyiknél. Nálad hogy van, tehát a férfi szövegek, vagy a férfi akár monológok, akár részek, akár a női részek, tehát hogy ott kifejezetten odafigyelsz arra, hogy annak úgy kell megszólalnia, vagy ott megint csak, amit az előbb mondtál, hogy a szövegre odafigyelsz, és elveszel hozzá, ha kell. Igen, szóval, hogy egy darabig tartotta magát ez a hiedelem, hogy jobb, hogyha női fordító fordít nőt, és férfi, de ez nem igaz. Szóval, hogy itt emberek vannak, szóval, hogy teljesen mindegy, hogy nőt tolmácsolok, vagy férfit tolmácsolok, meg úgy kell megszólalni, ahogy ő szólal meg, és akkor azzal nem nagyon lehet baj. Olyan volt-e, hogy valamibe beletört a bicskád? Tehát, hogy kínlódtál vele, és azt mondtad, hogy hát ezt inkább nem. Magyarán adtál-e vissza valaha is kéziratot? Soha. Én nekem meggyőződésem, hogy mindent le lehet fordítani, csak... Na most én nem szoktam előre elhatározni, hogy milyen stílus meg hogy, hanem úgy rábízom magam a szövegre. És akkor vannak olyan könyvek, amiknél nagyon nehezen találom meg ezt a sodrást, hogy nem visz az Istenek sem visz, és akkor ott vissza kell menni a végén az elejére, mert hogy ott nyilván töcögősebb az egész, de például így voltam a McCarthy-val, nem ezzel, mert ez akkor már belejöttem, hanem a Sartre-val, amit először fordítottam, hogy nagyon nehezen találtam meg, hogy a fenébe is legyen. És akkor addig nyúztam, amíg rá nem éreztem valahogy az ízére, és akkor visszamentem, és megnéztem az elejét, és akkor ott javítgattam egy kicsit, de akkor már nem volt vele probléma. És akkor mire ehhez eljutottam, ez a negyedik, ötödik, hogyha ezt két könyvnek veszünk, addigra ez már elég jól ment, ez a McCarthy-féle szövegalkotás. Ugye Tóth Benedekkel válvetve fordítottátok McCarthy-t, és olvastam egy interjút vele, és azt mondta, hogy mindmáig, nem tudom, a sárga irítség jelei mutatkoznak rajta a te Sartre fordításod kapcsán. Mennyire fontos megnézni, hogy a
most ha egy közös szerzőről beszélünk, hogy a másik, aki ugyanazt a szerzőt magyarítja, hogy nyúl hozzá, milyen, vagy mindenki a sajátja szerint fordítja. Ez elvinne, hogyha azt nézném, hogy XY hogy fordítja ugyanazt, mert úgyse tudom úgy fordítani, ahogy ő fordítaná. Tehát úgy fordítom, ahogy én fordítom. És ezt tudom, hogy ugye Szent György József fordította legelőször a McCarthy-t, a Vadlovakat talán még az Ulpius háznál. És aztán a Bart István is fordította, és mind a kettő nagyon jó volt, de biztos, hogy nem tudtam úgy megcsinálni, ahogy ők csinálták, mert ők mások, hát ők mások dolgoznak. Van ugye a magyar fordítási irodalomnak az a hagyománya, hogy hát a jó magyar hangzás, és a körünkben ül Kutasi Mercedes, akinek a Élet és Irodalomban volt egy ilyen kis tanulmánya a fordításról, és ott azt a megállapítást tette, hogy a magyar változatok azok mindig édesebbek, valahogy lágyabbak az eredetinél, éppen emiatt a jó hangzás, vagy valószínű, hogy ennek a jó hangzás követelményének, amit úgy látok, hogy egy mindent meghaladó elv. De hogy... Ez egy nagyon régen gyökerezik. Nagyon régóta gyökerezik, igen, meg hát én most történetesen már úgy vagyok benne egy fordításban, hogy már egy évvel ezelőtt csináltam, de a korrektúrát most olvasom, és hát bizony nem tudok ellenállni, hogy bizonyos helyeken ne tegyek be egy szikár szövegbe egy szóképet, mert úgy érzem, hogy az sokkal, sokkal jobb, mint amit egy évvel ezelőtt kiválasztottam. Az idő és a fordítás kapcsán felvetődik az is, hogy mit gondolsz, mi a véleményed az újrafordításról? Mikor öregszik el egy fordítás, és mikor indokolt valamit újrafordítani? Vagy van-e olyan könyv, akkor konkrétan így kérdezzem, amit szívesen újrafordítanál most, ha sok időd lenne? Nem hinném, szóval, hogy igen, biztos vannak olyanok, amiket jó lenne újrafordítani, de valahogy azok se annyira rosszak, hogy most ezzel kezdjünk el foglalkozni, amikor van egy csomó munkánk. Tehát én a Dzsungel könyvét se fordítottam volna le, hogyha a Benedek Marcell öröklősei nem ilyen merevek, és mondják azt, hogy jaj, nem lehet kiadni, mert az úgy izé. Tehát a Benedek Marcell fordítás az csak nem tökéletes, apró kiegészítéseket kellett volna csinálni benne, és most ehelyett ugye született még 4 vagy 5 dzsungelkönyve fordítás különböző fordítóktól, köztük tőlem is, ugye, és de teljesen fölöslegesen, szóval, hogy ennyi dzsungelkönyvét nem lehet eladni, szóval, hogy mondjuk élveztem, mert hogy azok után, hogy ugye csináltuk ezt a rengeteg, többen ezt a rengeteg Kipling novellát, ami szintén fájóan hiányoztak a magyar fordítási irodalomból, akkor ott akkor a novellákba jöttem bele, és akkor a dzsungelkönyve már szintén ilyen viszonylag könnyen ment. Van-e olyan szerző, aki kimaradt az életedből, de úgy érzed, hogy az ízlésednek, a hangulataidnak megfelelő lenne, és valószínűleg örökre kimarad? Én egy valakire gondolok, de nem fogom kimondani, mert nyilván nem fog. Nem, mert nem foglak befolyásolni, nehogy már a szádba adja. Szóval van-e olyan szerző, mindegy, hogy férfi vagy nő, tehát, hogy van-e olyan szerző, akit sajnálsz, hogy másokhoz került, vagy már nem tudod fordítani, mert már nem fog többet írni, mert ugye időközben hiába kortársunk, de már elment. Szóval van-e ilyen? Nem,
Nem igazán. A Kureishi vannak itt, nagyon szeretnék, hogyha még megjelennének a könyvei, és nem tudom, hogy erre kivállalkozna, de hogy tényleg kire gondolsz? Aki nem mondod meg, jó. Nem tudom, hogy most már szerintem már válaszolt a kérdés. Paul Austerre gondoltam. Nem, valahogy nem. Austerre sose vágytam igazán, szóval, hogy nem. De ha már akkor a Beatekre vágytam volna, de hát azokon még nagyon kicsi voltam, úgyhogy. Nők közül senki? Nem tudok. Talán, ha gondolkoznék sokat, de nincs idő. Úgyhogy nem tudom. Ezt tudsz valakit? Nem, hát nem magamtól kérdeztem. Ennyire még nem vagyok tudatásod, hogy magamtól megkérdezem, hogy kedvesen, de mégis mit fordítanál. Nem véletlenül jutott eszembe Paul Auster, nem csak azért, mert ugye itt még jelen időben beszél Rushdie Paul Austerről, de hát azóta tudjuk, hogy gyakorlatilag az amerikai megjelenéssel egy időben jött a halálhír. Tehát itt viszont ebben a könyvben még csak a nagyon beteg Paul Austerről beszél. A legutolsó regényében, mert most már tudjuk, hogy a legutolsó regényében, a Baumgartnerben van egy rész, a Szófogytig, és abban arról beszél, már mi Paul Auster, vagyis hát Baumgartner, tehát az alter egója, hogy tulajdonképpen több mint 50 évig bezárta magát egy szobába, és az írólét az ugyan fantasztikus, de hát mégiscsak egy ilyen önként vállalt börtönlét. A fordítók szintén önként vállalt szobamagányban töltik az éveket, évtizedeket. Jól is érzik magukat, szerintem. Soha nem volt olyan, hogy szerettél volna ebből a szobamagányból kitörni? Nem, én ezt szeretem, mert akkor elmegyek egy másik világba, tehát utazom. Egy helyben ülök és utazom, szóval, hogy én szeretem, máig szerettem. Az elejétől fogva szerettem, szóval, hogy ez egy ilyen... Biztos ez egy alkat, erre születni kell. De ez, hogy néz ki a praktikus életbe? Szóval egy napot, az hogy néz ki? Ja, fölkelek, ugye lemegyek bevásárolni, és akkor megnézem a híreket, és akkor elkezdem. És akkor a nyögvenyelősen haladok a fordítással, mert általában nehezen haladok. De ha a szerkesztői lapon van, akkor gyorsan haladok. Úgyhogy, de hát ezt már mondtam. Úgyhogy így körülbelül, és akkor megjönnek délután a gyerekek, és akkor ott van egy kis dúl, meg minden, és akkor még egy kicsit azért csinálom. Szóval, hogy azért sokat ülök ezek mellett. A család mennyire lesz fertőzött attól, amit éppen olvasol? Mert ezt elárulom önöknek, hogy amikor ezt a könyvet olvastam, akkor a férjem gyakorlatilag naphosszat azt hallgatta tőlem, hogy most akkor próbálom összekapcsolni a különböző szálakat, és hát biztos neki nem volt olyan szórakoztató, mint nekem, mert ő nem olvasta a könyvet. Szóval a család mennyire vesz részt ilyen értelemben a fordításaidban? Én nagyon vigyázok rá, hogy ne terheljem őket ezzel. Szóval apróságokat néha elmesélek, de tényleg csak néha. Szóval, hogy nem szoktam nekik előadni, hogy most éppen mi, csak vagy ha valami érdekes van, tehát ha valami nagyon egzotikus vidéken játszódik a dolog, akkor elmesélem, de különben nem terhelem őket. Ez nem, úgyse lehet így, szóval, hogy el kell olvasni. Mennyi kutató munka, tehát akár ennél a vasos kötetnél, de hát nyilván amiket itt felsorakoztatunk, és amiket nem sorakoztattunk föl. Tehát mondjuk azt, hogy megint a számok, tehát akkor mondjuk ennél a, jól emlékszem, 700 oldal, ugye kb. Tehát 700 oldal nagyjából, ugye van a maga a fordítás, és van az a része, aminek utána kell nézni. Tehát, hogy mondjuk
ezt a könyvet mennyi idő alatt fordítottad le, úgy mindent egybevéve? Uha, nem tudom, mert sosem tudom megmondani igazából, mert közben szerkeztek is, tehát hogy az akkor mindig elnyúlik a vizet, nem tudom, szerintem biztos, hogy volt egy a 3/4 év, szóval, hogy mire a végére jutottam. De hát mondjuk, hogy ha említed már ezt a kutató munkát, meg az utána nézést, akkor ma már ez sokkal könnyebb természetesen, mert hát ott van a világháló, úgyhogy, de amikor elkezdtem, akkor még folyton könyvtárba kellett járni és utána nézni, meg hát az én indológus barátaimat kellett abajgatni, hogy akkor most mondják meg, hogy érjük ezt, tehát meg azt, most ezt úgy nagyjából tudom. A szerzőkkel van élő kapcsolatod? Értem ez alatt azt, hogy mondjuk Rushdie-val, vagy Anna Burns-szel beszéltetek arról, akár e-mailben, vagy bárhogy, hogy tudom én, elakadtál, vagy nem szoktál elakadni, vagy máshol szoktatok értekezni, vagy egyáltalán nem szoktatok? Nem, én egyáltalán, én az, amikor megkaparintottam egy könyvet, akkor az már az enyém, szóval, hogy azt én nem fogom most keresgélni a szerzőt, hogy hanem igyekszem kitalálni, hogy mi a fenét akart mondani. Hát a Rushdie-val találkoztam kétszer, de kétszer járt Pesten, és akkor persze mind a kétszer meghívtak egy ilyen vacsorára, és akkor, de hát akkor sem könyvekről beszéltünk, meg hanem mindenféle adomázás folyt, mert a Rushdie az egy nagy adomázó, úgyhogy mesél. Tehát szinte záró kérdés, de azt azért feltegyem, mert kíváncsi vagyok rá, hogy ebből a 70 és 80 közötti könyvből neked melyik a legesleg? Melyik a legeslegelső? Van-e ilyen? Tudsz-e választani egyetlen egyet? Egyetlen egyet? Ha te egyetlen egyet kell választani, akkor mindenképpen az utolsó lettél Brooklyn felé című, mondom, egyrészt nem azért, mert az volt az első, hanem az volt az első olyan, amelyikben úgy éreztem, hogy itten most ebbe belevettem magam, és ezt nagyon jól meg kell csinálni. És akkor sikerült, azt mondták, sikerült. És hogy ez? Nagyon-nagyon sok mindent elhoztam, és nem is beszéltünk róla, de majd ha lesz rá alkalmunk. Azt hogy látod, hogy hát ugye István elárulta, hogy 54-ben születtél, tehát nem, ezt még én is ki tudom számolni, hogy hány éves vagy idén, vagy leszel idén, vagy múltál, leszel idén. De hát ugye vannak nálad mondjuk fele ennyi idős fordítók. István kérdezte tőled, hogy szoktál-e, ha más nem kísérleti jelleggel, más nyelven olvasni. Én inkább úgy és azt kérdezném, hogy mennyire kíséred figyelemmel a fiatal műfordítókat. Tehát, hogy látod, lesz-e utódlás? Hát egyelőre úgy tűnik, hogy igen. Nagyon fiatalok nincsenek szerintem egyelőre, de jóval fiatalabbak nálam vannak, és bár nem, tényleg nem ismerem őket, mert hogy egyszerűen nincs időm rájuk, hogy külön-külön mindent. De hogyha szerkesztendő feladatként elém kerülnek, akkor néha nagyon jó élményeim vannak. István azt kérte tőled, hogy mondj egy olyan könyvet, amelyik mondjuk a legkedvesebb, akkor ha nem egyet, akkor mondjuk hármat. Tehát hármat, aki nálad fiatalabb. Hát egyet mondok, mert biztos van sok, és biztos van sok, aki nagyon jó, de aki egy pár évvel ezelőtt, amikor egy svéd könyvet szerkesztettem, akkor ő megdöbbentett azzal, hogy mennyire alaposan és értően és mindenféle jegyzetekkel, meg nem tudom mikkel csinálja, Dobosi Bea, ahogy hívják az illetőt. Azóta meg is néztem, van egy csomó könyv, egy csomó skandináv könyv, meg krimik, meg nem tudom, mindenféle könyv, amit fordított, és ő tényleg nagyon jó volt, szóval, hogy és mi volt ez a könyv? Kellemet. Ez egy Sam Sandberg nevű svéd újságírónak a könyve volt,
holokauszt ügyekről szólt. Akkor ezt megjegyeztük. Igen. Érdemes. Nekem, mint mindig, ugye a búcsú percei is a feladataim közé tartoznak, de ezt boldogan teszem. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Ennek az estnek a szerkesztett és rövidített változatát május legeslegutolsó péntekén vehetik kezükbe mindazok, akik nem jöttek el ide, de akik szeretnék végigolvasni mindazt, amit Endre elmondott, akkor ott megtehetik. Tehát az és május 31-i lapszámában jelenik majd meg. És az Írók boltja nagyon-nagyon kedves munkatársa, Csiszér Daniel készítette nekünk a videót, amit pedig június 1. napjaitól, vagy napjától már meg lehet nézni az Író boltja Facebook oldalán. Az pedig, hogy itt ülhetünk, tehát a három havonta jelentkező könyvtolmácsok csak és úgy jöhetett létre, hogy van három PR ügynökség, amelyik támogatja ezt az eseménysorozatot. A Fleischmann Hilárd Café, a Ferling és a Novucci. És most jön a nagy-nagy örömhír, hogy hát ha más sorozat, akkor folytatjuk. Lesz egy hosszú forró nyár valószínűleg, akkor nem leszünk, de szeptember 12-én, jegyezzék meg ezt az időpontot, de szeptember 12-én a csodálatos Mesterházi Mónikával jövünk majd, és egészen biztos, hogy Alice Smith nem fog kimaradni erről az estről. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek.